csillag szemű juhász. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, annak egyetlen fiacskája és egy felesége. De aztán szegények voltak, mint a templom egere. Egyszer azt mondja a fiúcska, édesapám, én elmegyek szolgálni, szerencse próbálni. egy fiam, jó utat, ahol sár nincs. Nincsen itt miből élni. Akkor feltarisznyázták a fiút, és útnak bocsájtották. A fiú elment, mendegélt hetet hét ország ellen. Meg sem állt, amíg egy nagy sejmes rétre nem ért. Meglátja, hogy a rétnek a másik oldalán valami pásztor nélküli juhok vannak. Elment oda hozzájuk, kezdte kiabálni a pásztor. Hé, hey, atyafi, merre van? Ha nem ügyel a juhokra, a farkasok elhordják. De nem volt sehol senki. Ej, gondolta magába, azokat a juhokat nem lehet magára hagyni. Őrzöm estig. hát hátra kerül a pásztor. Eljött az este, de még akkor sem volt sehol sem pásztor. Akkor összeterelte a nyájat, és elhajtotta ki az erdőbe, egy szép kicsi pusztásra. Ott megtalált egy nagy kőszikla barlangot. Oda megtelepedett a juhokkal. Így pásztorolta a juhokat aztán. De gazda nem került neki. Egyszer csak elfogyott az élelme. Gondolta magában, béhajtja a juhokat a városba, ott elad belőlük, mert ha nem, fára hág a bőre az éjségtől. Úgy is történt. Akkor ment a város szélébe. Kívott egy mészárost, és a berbécsek közül eladott a mészárosnak egy néhányat. Abból berendezte magát élelemmel, és a város végén kapott egy kicsi lakatlan házat, oda megtelepedett a gyugokkal. És oda járt minden éjszaka hálni. Így telt múlt az üdő sokáig. Ugyanabban a városban lakott egy király, de olyan hatalmas király volt, hogy mindenki félt és rettegett tőle, mert ha egyet prüsszentett, és ha valaki nem mondta, hogy jó egészségére adja Isten, azt menten lefogadta a katonákkal és elpusztította. Egyszer történt egy vasárnap reggel, hogy a király óriási nagyot prüsszentett. Akkor a katonái felszögdöstek a lovak hátára, és vitték ország szerte a hírt, hogy felséges királyunk nagyot prüsszentet mindenki mondja, jó egészségére adja Isten. Ahol csak ezt híreztelték a katonák, nem is akadt az egész nép közül olyan ember, aki nem mondta volna, hogy jó egészségére adjon Isten. Akkor éppen a juhász legénykek kün volt a legelőn a juhokkal mikor odaértek a katonák hozzá, és elmondták neki, hogy mi hír a királyról, ő megszegte a parancsot. Ő bizony addig nem mondja jó egészségére, adjon Isten, amíg a király az ő szép leányát neki nem adja feleségül. No, lett nagy álmélkodás. Fenyegették a katonák, hogy így, meg úgy lesz, ha nem mondja, hogy jó egészségére. Mégis nem mondom én, vitéz urak, míg a király leánya az én feleségem nem lesz, ha ezer halálba vitett a király, még akkor sem. No nem baj, te juhász. Mi megmondjuk a királynak ez, de tudd meg, hogy a király azokat a csillagszemeidet kiveszi a helyéből, ha nem fogad szót neki. De nem egyezett bele a legény semmibe. Akkor a katonák megfogták a csillagszemű jugást, és bevitték a király elejbe, és elmondták a királynak, hogy nem találtak az egész országban olyan embert, mint ez. Mert ő azt mondja, hogy míg felségednek a leánya, felesége nem lesz? Addig ő nem mondja, hogy jó egészségére adja Isten. Éppen kint volt a király leány is, látta a jugást. Nagyon megtetszett neki. De nem mert egy szót sem szólni az apjának, félt, hogy még őt is megbünteti, kérdezi a királya Juhász. Mondod e, hogy jó egészségemre adja Isten! Én bizony nem felséges királyom, amíg azzal a szép leányával oltár elé nem megyek, még ha ezer halál közé vettet, még akkor sem mondom. Abból nem eszel, Juhász, hogy én a leányomat neked adja meg ilyen csekénységért. Akkor parancsot adott a katonáinak, fogják le a juhászt, és vigyék bé a szőrdisznók közé, ahol több mint ezer szőrdisznó volt. Meg is fogták a katonák és bévetették a szőrdisznók közé. Akkor nekiállott a juhász, az zekélye zsebéből elévette a furujáját, elkezdett furujázni szépen. Akkor a kicsi disznók nekiálltak, Összefogózkodtak, hol kettő, hol három egymással, így kezdtek táncolni. De kicsi volt a hely nekik. A juhász nem bántották, mert addig táncoltatta őket, hogy teljesen vízbe borultak. Akkor, hogy el is voltak fáradva, eltántorogtak a saját helyökre és lefeküdtek. Akkor a csillagszemű juhász is lefeküdt, és aludt reggeli. Reggel mén az udvarmester, s hát halljatok csodát. A juhásznak semmi baja nincs. Azonnal vitte a király elejbe, és béjelentette, hogy életben van a juhász. Akkor a király a magához, és kérdezgette. Na, most mondod-e, juhász, hogy jó egészségemre adja Isten? Bizén én nem felséges királyom. Míg a leánya az én feleségem nem lesz. Még ha a kasza vettet, akkor sem. Na ja, Fogjátok meg, katonák, és vessétek a kaszatömlöcbe. A katonák el is vitték a gyuhászt. Kint az udvaron volt egy nagy magos ház, hát annak az aljában B volt ásvegy igen mély kút. A kútnak a fenekében volt két égő gyertya, és a kútnak az oldala mindenütt felállított kaszahegyekkel, sarlóhegyekkel és vasvillahegyekkel volt tele akit egyszer abba a kútba belétaszítottak, az élve többet nem jött ki onnan, mert a kaszák szecskává vágták a testét. Mikor meglátja ezt a juhász, eee! gondolta magában, ennek még a felesem tréfa, mert ha ide belélőknek, akkor a testem fancsikába szakad. Kikérdezik ott a katonát? Na, juhász, most mondod-e, jó egészségére adjon Isten. Hát várjanak egy kicsit, vitézurak. Menjenek ki ebből a házból, s húzzák bé az ajtót. Én gondolkozom. Aztán kikiáltom, hogy mondom-e vagy nem. Akkor a katonák mind kimentek onnan, s őt egyedül hagyták. Akkor a juhász nekiált, a pásztor pálcáját belészúrta a földbe, levetette a zekét, ráakasztotta a pálcára, és a gyönyvirágos kalapját feltette a tetejébe akkor azt kiáltotta ki a katonáknak. Jöhetnek, mert én úgy sem mondom. Csináljanak velem, amit akarnak. Akkor ő gyorsan félrebújt egy szegletbe, mivel hogy nem volt ablak annak háznak, olyan sötétség volt, hogy nem látták a valódi juhászt. A katonák azt hitték, hogy a kút szélén áll. Akkor láncsájukat előszedték, és egyszerre belökték a kútba a pálcát, zekét és a kalapot. Látták, hogy odalent a gyertya elaludt a tömlöc fenekén, biztosra vették, hogy meghalt a juhász, és mondogatták egyik a másiknak. Na, hát annak ugyan kicsi esze volt, hogy úgy elszánta az életét egy leány miatt. Pedig ha mondta volna, hogy jó egészségére, hát a király annyi pénzt adott volna neki, hogy amíg a világ meg két hét élhetett volna belőle. Akkor bézárták a ház ajtaját. Másnap reggel, Megint ment az udvarmester. Hát, hallja, hogy a kasatömlöc felől milyen szép furúja szó hallatszik ki. Ej, gondolta magában, mi az ördög lehet? Elmegyek és megnézem. Lehetetlen, hogy a juhásztor volna, kitárja a kasatömlöc ajtaját. Hát látja, hogy a juhász nagy viganot Azonnal a juhásra zárta az ajtót, futott fel a királyhoz és jelentette. Felséges királyom, még él a csillag szemű juhász. Vezessétek azonnal elém, mondta a király. Mikor bévezették a király elé, kérdi tőle. Na, mondod de most juhász, hogy jó egészségem radja Isten. Bizé nem felséges királyom, előbb legyek a leányának az ura. Azt már nem. Inkább bézáratlak a toronyszobába. Nem bánom én felség, ha mind baglyok közé rekeszt. Úgy sem mondom jó egészségére, míg meg nem a leányával. Na, fogjátok meg katonák ezt a juhást. Vigyétek fel a torony szobába, majd leki a nekem onnan, hogy jó egészségemre, mikor a bagyok meg a denevérek belekapaszkodnak a csillag szemébe. Fel is vitték a fiút bérekeztették a torony szobába. Ott borzasztó sok bagoly volt, de nevérek, poloska, svábbogár, tettű, bolha, és mindenféle csúszó mászó állat. De alig, hogy reázárták az ajtót, megint elévette a zsebéből a szépen szóló furujáját, és elkezdett furujázni véle. Hát, halljatok csodát, mi történt. Esze fogantozott minden állat a saját fajtájával, és úgy kezdtek táncolni, majdnem kirúgták a faloldalát. Volt olyan sikoltozás, innyogás, vinyogás, amilyet még ember soha se hallott. Minden állat a saját nyelvén sikoltozott, mikor már addig táncoltatta őket, hogy a hab szotyogott le róluk, akkor mindegyik elvánszorgott egy szegletbe, és ott úgy meghúzódtak, mintha ott se lettek volna. Akkor a juhász lefeküdt, alud reggeli. Reggel mén az udvarmester, hogy nézze meg, hogy lám, mi van a juhásszal. Bénit az ajtón, hát, kutya baja sincs, hanem ott ül a szekletben, és úgy kacag, hogy mozog a kastély belé. Fut le az udvarmester a királyhoz, jelenti neki. Hallod, felség, még él a juhász, hanem úgy kacag a torony szabában, mint a övé volna az egész ország. Ej, veszed gyilkos, teremtett a legényőt, Hát úgy látszik, nem lehet elpusztítani. Vezessétek le azonnal színemelejbe. Le is vezették a király elé, kikérdi a király tőle. Na, hogy aludtál, Juhász? Én jobban, mint felséged, mert éjfélig táncoltak a társaim. Azután is úgy aludtam, mint egy királyfi. Mit beszélsz, mint egy királyfi, hiszen te juhász vagy? Látom, tégedet nem lehet elpusztítani. Most ülj fel az aranyos hintóba. Belé is ült a juhász, elmentek ki egy szép ezüsterdőbe. Ki kérdezi a király? Na, hallod a -e, juhász, ha neked adnám ezt a szép ezüsterdőt, hát mondanád -e, hogy jó egészségemre adja Isten? Bizén nem felség. Nekem nem ezüsterdő kell, hanem a leánya. No, Ejj neki! Megint mentek tovább. Onnan nem messze elértek egy aranytavat. Még a halak és a rákok is mind aranyból voltak benne. Kérdi esmét a király. Hát, ha neked adom ezt a tavat, akkor mondod-e, hogy az egészségemre? Én még akkor se felség. Na, nem baj, akkor menjünk tovább. Onnan nem messze elértek egy gyönyörű, szépséges, szép, fehér márvány kőkerítést. Kerítésem belül volt egy olyan fényes gyémánt kastély, hogy a napra lehetett nézni, de reál nem. Na, no, mondjad már, jó egészségemre, juhász, mert akkor még ezt a kastélyt is neked adom. Én bizony nem felség. Addig, míg a lányad feleségül nem adja nekem, Hát az anyádnak azt a lenszöszit. Akkor most menjünk vissza. Nem volt mit csinálni. Mikor visszaértek a kastélyhoz, a király kihirdette az országban, hogy a leányát a csillag szemű juhásznak adja feleségül. Holnap után megtörténik a lakodalom, aki csak fel tud kelni az ágyából, az mindjön el. Akinek fáj a lába, az kössön estápot. Mert itt úgy lesz a muri, hogy étel, ital elégséges, mindenki eheti, kihatik, amennyit akar, csak hozzanak magukkal. Gyűltek is a lakodalomra, annyian, hogy alig fértek a kastély udvarába, még a kotlós tyúkok is mind oda mentek a csirkékkel. Mikor megtörtént az esküvő, feltállalták a sokféle ételt az asztalra. Éppen utoljára tormát hoztak be, és a tormaszaga úgy megcsapta a király orrát, hogy egyet nagyot szentett Akkor a jupástor kezdte mondani. Jó egészségi adjon, adjon Isten, jó egészségére adjon Isten, jó egészségére adjon Isten, jó egészségére adjon Isten, jó egészségére adjon Isten. Jó szaporán úgy, hogy már utoljára azt mondta a király, jaj, tovább nem mond édes vejem, inkább neked adom az egész országomat, s a királyságom. Reá is íratta az egész országot s a királyságát, és aztán a csillagszemű oda vitte az ő szegény szüleit magához, és aztán együtt éltek a legnagyobb boldogságban. Még most is élnek, ha meg nem haltak.